repült az újabb és újabb pöttyös labda a közönség fölött, és aki elkapta, megtarthatta a retro diszkóban. Dévényi Tibi bácsi jöttének hírére megtelt a hatalmas sátor a 2023. novemberében megrendezett Mártonnapi Vigadalom első estén. A 77. éves lemezlovas ezúttal is örökzöld slágerekkel érkezett Hajdúszoboszlóra. Azonnal lázba hozta a kitartó közönséget, sokan csápoltak és hangosan énekeltek. A Három Kívánság cím hallatán a gyermekeknek a magyar népmese, a felnőtteknek pedig Dévényi Tibi neve jut eszébe. A híresség a HVTV-nek azt is elárulta, hogy mi az ő három kívánsága. Tibi bácsi, pöttyöse vagy pontos-e a labda? Ez két részből áll. A pontos labda az a tévéműsoromban volt, olyan volt, mint a lottó golyó, és aki legjobban tapsolt, én az a labdát dobtam. És abba talált pontot, akkor kérhetett egy klippet. Most ezt átmentettem a retróba, ez a pöttyös, ez egy stilizált dolog, amelynek az a lényeg, hogy alá van írva, és általában 15-20-at dobálok egy koncerten, és nagyon szereti a közönség. Kalandozzunk vissza a múltba, az ifjú korodban, 8 éves korodban már riporterkedtél. Miért fertőzöttél meg, vagy hogyan kalandoztál el a könnyű zene világába, hogyan lettél lemezlovas? Ez véletlennek köszönhetem, 65-ben megnyertem a Ki mit tudott, mint paródista, elindult a magyar beat mozgalom, én lettem az Illés Metró meg a állandó műsorvezetője, és akkor így a beattel kapcsolatban, és amikor már nem kívánták a műsorvezetőt, mert annyi programjuk volt, akkor a szünetekbe diszkóztam, és így indult el a diszkóm. Aztán bekerültél a televízióba is, amikor megismerte egy egész ország a Három Kívánság című műsoroddal. Rendíthetetlen voltál, és az a műsor egészen 99-ig fennmaradhatott? Hát ez 86-ba indult el, 16 évig ment a televízióba, 1200 kívánságot teljesítettem, 23 országba forgattunk, és 72 világhíresség lépett fel, Maradonától, az amerikai elnöktől, John Travolta-tól a David Hasselhoffig, mindenki fellépett. 2000-ben a BBC szerint Európa legjobb gyerekműsora címet nyertük el, és hát ezek voltak az emlékek, mert az is nagy megtiszteltetés, amikor az amerikai elnök azt mondta nekem, hogy elmondja az amerikai gyerekeknek, hogy milyen jó kis műsorotok van. Tehát ezt látja, hogy Amerikában sincs ilyen műsor, és erre nagyon büszke voltam. Mennyi energiát fektettél ebbe a műsorba? Rengeteget, hát tulajdonképpen ezt nem lehet gyártásvezetőnek szervezni, ehhez nagy személyes kapcsolatok kellenek, minden, nagyon sok energiát. A legnagyobb kincs mindig a Tibi bácsi retróján, és hogy lehessen tapsolni, akkor most következik a Village People együttes, kezeket magasra! Budapesten a Village People! Mennyire szerepelnek az életed középpontjában a gyermekek, hiszen nagyon sokszor nekik szóltak a műsoraid gyakorlatilag.
nagyon szerepelne, nekem is két fiam van, én későn nősültem, 40 éves voltam, a nagyobbik fiam az 36 éves, a kisebbik 22, hát ők már kim vannak az életben, unoka az még nincs, azt még nagyon várok. De amikor mondom nekik azt, hogy apu, te hány éves korodban nősültél? Mindig mondom 40. Szóval ne izguljál, mondtam. Hát én azért már izgulok, jó lenne egy kis unoka. 2018-ban újra visszatértél a köztudatba, a Retro Rádióban. Milyen műsorra? Saját műsorommal, véletlenül az a cím, hogy Három Kívánság, a Retro Három Kívánság, a hallgatóknak három zenei kérését teljesítem, és azt elküldjük annak, akiknek ők akarják. Elárulod nekünk, hogy a könnyű zene műfajából, vagy más zenei műfajokból melyek a te kedveseid, a kedvenceid? Én úgy vagyok, mint a labdarúgó játékvezető, én nem mondhatok véleményt. Mert lehet, hogy holnap az egyiket konferálom, holnap után a másodikat. Én nem nyilatkozom, hogy ki a kedvencem. A jó zenét mindig meghallgatom. Márton napi vikasság van Hajdúszoboszlón. Márton nap egyúttal az újbor ünnepe is. Szereted-e a libaétkeket és szereted-e az újborokat? Természetesen sok jól meg vagyok hívva Márton napokra, ahol a közönség, és hát megmondom őszintén, ami gasztronómia szeretem, hiszen az utolsó könyvem az a gasztronómiával volt kapcsolatos, Mikrofon a húslevesbe című műkönyvem, amelyben sok receptet is elmondok. És hogy vagy az új borokkal, a borokkal? Borokat is nagyon szeretem, három tájegységen vagyok, borlovag, Vilánytól kezdve a Bajai járás és Eger környékén, meg is van a plecsném, ez azt jelenti, hogy minden egri, meg vilányi borpincébe ingyen ihatok, mert borlovag vagyok, de hát egy évben, ha egyszer eljutok, örülök, inkább két évben egyszer, tehát nem használom ki. Azt nyilatkoztad egyszer, hogy addig akarod csinálni, amíg szeretnek téged. Nagyon szeretnek téged még mindig, hiszen itt Hajdúszoboszlón is sokan várnak. Meddig fogod tehát ezt csinálni? Hát én megmondom őszintén, 77-ben vagyok, ilyenkor már nagy tervek nincsenek, nem vagyok már kíváncsi semmire nagyon, ameddig lehet lelkesen próbálom csinálni. Egész nyáron az összes fesztiválon ott voltam, EFOT-tól a kampuszig, mindenhol, ahova meghívtak. Én megmondom őszintén, az egészség, 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 ez az én három kívánságom. És amíg van egészség, addig próbálom csinálni. Figyelem, most mindenki együtt! Hiába elvéltem, elhagyottam őt. Elhagyott! Hát akkor minden jó pénzi, kérlek, ne sírjál. Minden jó pénzi, kérlek, ne sírjál. Sírtam volna! Sírtam volna akkor, mikor elhagytál. Most mindenki! Bocsolyával éppen sárs, ez az új tüdőlegesen!